Újfajta Európában is egyedülálló pályázatot írnak ki mikro, kis és közepes vállalkozások számára. Feltételesen visszatérítendő támogatást kaphatnak cégek. Vizsgálják majd, hogy milyen hatékonyan használják fel az uniós pénzt a nyertesek, és hogyha valóban hasznos a beruházás, akkor nem kell visszafizetni a támogatást. Ha viszont felesleges fejlesztésre költötték el, akkor visszakérik a pénzt. Csak Portugáliában működik hasonló program, sehol máshol Európában. Hétfőn Angela Merkel német kancellár is kiemelte, hogy Magyarország jól fekteti be az uniós támogatásokat. A legmodernebb technológiával gyártanak tartályokat, csővezetékrendszereket ebben a nagykanizsai üzemben. A kisvállalkozás, a Két Salamon BT most egy újabb gyártócsarnokot épített uniós forrásból, amit most adtak át. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azt mondta, a kormány célja, ahogy eddig, a jövőben is a gazdaságba forgassa be a brüsszeli pénzek több mint felét. Ezen belül is nagyon komoly feladatnak tartotta maga számára a kormányzat azt, hogy a kis és közepes vállalkozásokat támogassa, és tudjuk mindannyian, hogy döntő részben ezek a vállalkozások foglalkoztatják a magyar munkavállalók jelentős részét. Szeptembertől ugyancsak uniós forrásból a gazdaságfejlesztés és innovációs operatív program részeként egy az Európai Unióban mondhatni egyedülálló program segítheti majd a hazai mikro, kis és közepes vállalkozások eredményesebb működését. A kis cégek várhatóan 5 és 40 millió forint közötti összeget igényelhetnek majd modern gépek berendezések megvásárlásához, a technológia korszerűsítéséhez, új informatikai eszközök rendszerek beszerzéséhez. Ez már önmagában is nagy segítség. Ráadásul, ha a kis cég teljesíti azokat a célokat, amiket a fejlesztés kapcsán kitűzött maga elé, vagyis például jelentősen növeli a hatékonyságát, akkor a pénzt nem is kell visszafizetnie. Ez a lehetőség különösen jól jön most az építőipari vállalkozásoknak, amelyek egyre több munkát egyre kevesebb szakemberrel tudnak elvégezni. Az építőiparban több mint 90 ezer mikro- és kisvállalkozó dolgozik, ezek adják az éves teljesítményünknek több mint a 66%-át. Ebben a körben nagyon fontos, hogy a hatékonyságot tudjuk növelni, és ez a pályázati kiírás ezt teszi lehetővé. Minél hatékonyabbak lesznek a cégeink, annál több munkát tudnak elvégezni, és a jelenlegi kapacitás helyzetben ez nagyon fontos. Idén az első és a második negyedévben is az Európai Unióban nálunk nőtt a legjobban a GDP, ami azt mutatja, hogy hatékonyan használjuk fel az uniós forrásokat, amit egyébként Angela Merkel német kancellár is megerősített hétfőn a pán-európai pikniken. Úgy gondoljuk, hogy akkor, amikor egy 7 éves költségvetési időszakot meghatározó új költségvetés elfogadása előtt állunk, akkor ez rendkívüli fontosságú, hogy az Európa legerősebb államának vezetője ismerte el azt, hogy Magyarország az Európai Uniós forrásokat jól használja föl, a magyar gazdaság jól teljesít és erős. Szakértők szerint a német kancellár véleménye sokat nyomhat a latban, amikor a következő 7 éves pénzügyi ciklus Magyarországot érintő támogatásairól döntenek.